Robotok, drónok, virtuális valóság és 3D nyomtatás. Többek között ezekkel a különleges technológiákkal ismerkedhettek meg azok a gyerekek, akik részt vettek Tamásiban a Tolna megyei szakképzési centrum Váhi Péter szakképző iskola és kollégium táborában. Igazából a tematika, amire meghirdetése került ez a tábor, az a 3D nyomtatás és robotolimpia néven került meghirdetésre. Tehát ennek a tematika köré fűzzük a foglalkozásokat, főként 3D nyomtatással, 3D tervezéssel, LEGO robot programozással és LEGO robot építéssel foglalkozunk, de igazából ugye annyi minden van itt körülöttünk a laborban, hogy muszáj beleszőnünk a drónokat, muszáj beleszőnünk a lézervágást, lézergravírozást, robotkaroknak a bemutatását, a virtuális valóság, virtuális szemüvegnek a bemutatását. Tehát ugye ez a korosztály ez pont olyan, hogy minden érdekli őket, és nagyon fogékonyak ezek a technológiai újdonságokra, ezért amit itt meglátnak, azt mindenféleképpen muszáj nekik megmutatni, és érdekli őket. Amikor elmentünk toborozni az általános iskolába, rögtön az volt a kérdés, hogy de hát én még soha nem csináltam ilyet, én nem értek ehhez. Ez egyáltalán nem probléma, tehát mindenkit úgy vártunk, hogy teljesen előzetes tudás igény nélkül jelentkezhetett bárki. Azt szoktam mondani, hogy aki már be tudta kapcsolni a számítógépet, azt már látjuk szeretettel, és ugye megint csak azt kell mondanom, hogy jellemző erre a korosztályra az, hogy nagyon gyorsan elsajátítják ezeket a technológiai ismereteket, akár a programozásnak a logikájára könnyen rá lehet őket vezetni, akár az építésre is nagyon gyorsan rákapnak, de a 3D tervezésre, a 3D látásmódra is nagyon gyorsan megtanulják, és azt kell mondanom, hogy miközben ezeket az ismereteket elsajátítják, olyan készségek, képességek fejlődnek, amelyeket majdnem, hogy csak ezekkel a speciális eszközökkel lehet fejleszteni. Brinkács Réka egyedüli lányként érkezett a táborba. Gondoltam, hogy egyik barátom sem fog jönni, pláne nem az osztályból, de nagyon tetszett a tábor, és apukám is gépszerelő, és érdekel ez a téma. Ezeknél az, hogy mind a két hátsó kerék hajt, itt ha különbözőt állítunk be, akkor vagy kanyarodik, vagy erősebb lesz. Először átvettük a 3D alapjait, készítettünk egy kulcstartót, rajta a nevünkkel, és most készítettünk, szerkesztettünk egy jövőbeli házat, autót vagy turbinát lehetett készíteni. Én házat készítettem, és azokat is kinyomtattuk a 3D-s nyomtatóval. Volt, aki kifejezetten a programozás iránt érdeklődött. Mindig is érdekelt a programozás, hogy bármit meg tudunk csinálni, bármilyen programot. Akadt olyan is, aki szülei unszolására csatlakozott, azonban nem bánta meg a döntést, és szinte minden nagyon tetszett neki. Egy ilyen LEGO robotot programoztunk a gépen, és ilyen akadálypályán vittük át, meg hogy meg kell állni egy vonalon, meg ilyenek. Most már nagyon kevés olyan munkakört tudnánk mondani, ha egyáltalán tudunk, ahol nincsen szükség valamilyen számítógépes alapismeretekre, és hozzánk meg ugye főleg azok érkeztek, akik kifejezetten érdeklődnek a modernizáció, a modern technológia és a számítógépek iránt. Az a laboratórium, ahol most vagyunk, mi ezt csak simán 3D nyomtató labornak nevezzük, de ez igazából sokkal több ennél. Ez az utóbbi időben ment át egy hatalmas fejlesztésen. Annak idején még 2016-ban egyetlen nyomtatóval kezdtünk, és minden évben egy kicsit hozzátéve, két éve sokat hozzátéve, tavaly pedig nagyon sokat hozzátéve jutottunk el a mostani állapotig. Így azt tudom mondani, hogy jelen állapotában ez a labor, ez egy több mint 35 millió forintos beruházásnak az eredménye, és ezt szeretnénk minél jobban kamatoztatni, és a legtöbb ember felé eljutatni ennek a labornak a lehetőségeit.